Elfogadta a kormány a pénzügyi amnesztiáról szóló rendeletet. A jogszabály leveszi az anyagi teher egy részét az eddig rosszul fizetők válláról. A sajtóban pénzügyi amnesztiaként emlegetett jogszabály szerint azok az adófizetők, akik elmaradással küzdenek, de egy megadott határidőre befizetik tartozásaikat, valamint a késedelmi kamatot, mentesülnek a büntető kamatok kifizetése alól. Azok, akik márciusig kifizetik az összes pénzügyi kötelezettségeiket az állam felé, mentesülni fognak a büntető kamatok alól. Ezek ugyanis eddig gyakran olyan helyzethez vezettek, hogy az illetőt csődbe vitték, és emiatt nem fizettek be semmiféle összeget. Táncos Barna, az NMDL szenátusi frakció vezetője szerint, bár az intézkedés számos adófizetőn segít, egyben diszkriminatív is a jóhiszemű adófizetőkkel szemben. 5%-nyi a büntetés abban az esetben, hogyha valaki adósságot halmoz fel, 100 lejből 5 lej befizetésétől mentesül. Egy jó intézkedés, de inkább egy látszat intézkedés, mint amelynek valós alapja lenne. Azt is el kell azonban mondani, hogy nem lenne tisztességes azokkal szembe az adósság alap eltörlése, akik befizették a tartozásaik, a kötelezettségeiket. A jogi és magánszemélyek abban az esetben mentesülnek a büntető kamatok kifizetése alól, ha minden adókötelezettségüket március 31-ig kifizetik.